lány okosabbnak hiszi magát a fiúnál. Aj, Dominik, mit bénázol ezzel a távirányítóval már? Komolyan mondom. Jól csinálom. Nem csinálod jól, látom, hogy itt bénázol, úgyhogy add ide, majd én megcsinálom és megmutatom, hogy hogy kell. Jó lenne, ha figyelnél legalább. Állandó számunkérés. Szia, szívem, mindjárt ott vagyok nálatok. Szia, Dominik, hol voltál eddig? Az osztályfőnöknél voltam korepen. Ez nem igaz, mert felhívtam az osztályfőnököt, és azt mondta, hogy már fél órája eljöttél. És megnéztem a buszmenetrendet is, ami azt írta, hogy már 10 perce itt kéne, hogy legyél. Hol vagy? Éppen felétek tartok, már sétálok. Bocsánat, hogy az előbbi busz az elment. Biztos, hogy találkoztál valakivel. Komolyan, abba a 10 percbe? Igen, abba a 10 percbe. Na jó, figyelj, nyugodjál meg, nem csallak meg, nem voltam senkivel, egyszerűen lassabban sétálok, nem értem el a korábbi buszt, fáradt vagyok. Bocsánat, hogy nem tudtam elérni a korábbi buszt, elnézést. De nyugodj meg, nem csallak meg senkivel, rendben? Jó, hát ezt nehezen tudom elhinni, de iparkodjál. Iparkodok. Szia. Szia. Minden pasi ugyanolyan. Jó, nem hív, nem hív, nem felhívom én. Halló? Halló? Dominik, figyelj, már fél órája várom, hogy visszahívjál. Ne haragudjál, légy szíves. Csak a cicám nagyon beteg lett, valami volt a májában, és rögtön rohannom kellett az állatorvoshoz is. Nagyon beteg lett szegényként, tehát most valamit muszáj volt vele csinálnom, tehát ne haragudj, nem tudtál felhívni. Jó, amúgy ezt nem hiszem el, mindegyik pasi ugyanolyan átverős, amúgy komolyan mondom. Mindegyik ugyanolyan átverős? Miért? Az összeset próbáltad már? Hisztériás kapom. Annyira durva, hogy az öcséd már elballag. Igen, és az is annyira durva, hogy mindjárt elkésünk. Légy szíves, igyekezzél már. Jó, igyekszem. De nem igyekszel. Most elkentem a rúzsomat, Dominik, nem hiszem el, hogy nem tudsz várni még egy percet. Komolyan nem mondom. Nem érdekel a rúzsod, érted? Így is csinos vagy, meg minden. Hagyjál mehet, már, engem meg érdekel, hagyd vissza. Gyere. Semmi. Mi a baj? Semmi. De mondjál meg valami baj, baj van a kis kutyáddal? Nem, semmi, nem érted? Egyes kaptál matekból? Mondom, semmi, adjál már! De én nem tudok segíteni, ha nem mondod meg. Jó, de nincs semmi, tényleg, nem érted? Szabítottak veled? Nem. Nem kaptál se pénzt? Nem, adjál már! Mondom, hogy semmi bajom! Többszöri telefonhívás. Szia, Dominik! Tudom, szia, hogy most beszéltünk, csak elfelejtettem megkérdezni, hogyha este mézes mustáros csirkét főzök, az jó lesz? Persze, hogy jó lesz, de mondom, hogy nem sokára úgyis ott leszek, tehát... Majd jó. Akkor beszélünk. Na, jó, szia! Jó, szia, szia! Úristen, azt elfelejtettem még. Mi a? Igen, tessék. Szia, Dominik. Zsófi. Igen, én vagyok, csak még azt elfelejtettem mondani, hogy... Nincsen semmi baja, nem látjátok? Nincsen semmi baja.